Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 30-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez kaptok egy napi kártyát. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. A választ megadja rá ez a kártya. A 8-as szám egy húzavona, és ebben a húzavonában keresünk egy kiutat. De ti mutatjátok, hogy melyik irányban mozognak az események. Mert ti itt előre vagytok, és ő követ titeket. Figyeli az eseményeket, és jön. Lehet, hogy késlekedik, de jön. És ti mutatjátok az irányt. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, a választ megadja rá ez a kártya. Ez az elefánt itt a háttérben nagyon-nagyon nehéz és lassú mozgású. Valami bántja őt, valami olyan nehéz a számára. Viszont ez a hölgy itt az előtérben mutatja a megoldást, a belső kiegyensúlyozottságot, a békét és a nyugalmat. Pontosan erre van szüksége, amit a napi kártya is mutat. Ez a medve is nagyon nehezen teszi a lépéseket, minden olyan lassan megy, és kell, hogy ezen ő változtasson. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, mit közöl veletek, ezt mutatja ez a királynő. Ti vagytok ez a királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. És a levegő eleme mutatja a könnyűséget, a szabadság érzetét, ez a kard a döntéseket és a kommunikációt. Ez, ami következik. De várjatok arra, hogy ő jelentkezzen, és tartsátok meg ezt a büszke állást, mint ahogy ez a királynő mutatja nektek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500 forint, vagy a mi asztrológiánk szerint, vagy az indiai asztrológia szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!